térni kulturális, turisztikai, sportközpont és könyvtár nevében nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit ezen a csodálatosnak ígérkező délutánon. Az intézményünkben működő néptánccsoportok gála műsorára kerül sor hamarosan. 2003-ban indult itt a Dérinyi Kulturális Központban a néptánc oktatás. A kis toporgók, és tehát egy kezdő, illetve egy haladó csoport kezdte meg működését Kunyi Nánási Mónika és Oroszné Milinkofer Rita vezetésével. Teltek múltak az évek, a kisgyerekek felnőttek, és hál' Istennek elmondhatjuk, hogy mindig van utánpótlás, és újabb és újabb táncolni vágyó gyerekek csatlakoznak hozzánk. A mai délutánon bemutatkoznak szépen sorban csoportjaink. Némi változás történt az évek során, hiszen a nagyobb gyerekek elkerültek a városból, tovább tanultak, és így a csoportjainkat át kellett szervezni. Így történt az elmúlt esztendőben is, hiszen a Bokréta és a Pántlika csoportunk egy csoportba került, így Pántlika néven folytatják tovább a működésüket. A következő percekben a Pántlika csoport lép színpadra, bökönyi táncokat láthatunk előadásukban, kísér a Pipál zenekar. Hey,
ez igen, ez jutott eszembe, ezt a fantasztikus produkciót. Remekül sikerült a hangulatteremtés, úgy gondolom. És most a legnagyobbak után a legkisebbek következnek. A Toporgók és az Apró Nép csoport a májusi hónap folyamán közösen folytatta a próbákat Kuné Nánási Mónika vezetésével, és a következő percekben lába közi körjátékokat láthatunk tőlük, fogadjuk őket nagy szeretettel. Yeah.
Yeah.
Köszönjük szépen, igazán remek hangulatot teremtettek ismét a pántlikások. Kedves vendégeink, a következő műsorszámot a legfiatalabb csoportunk adja elő, hiszen a Kopogó 2016 őszétől dolgozik együtt, a csoport vezetője pedig a pántlika csoport egyik tagja, Balla Ági. A következő percekben dunántúli ugróst láthatunk. Fogadjuk szeretettel a Kopogókat.
mai néptánc gála, illetve a néptánc gálát követő jótékonysági esti célja az, hogy az intézményünkben működő néptánc csoportok ruhatárát fejleszteni, bővíteni tudjuk. Az előbb bemutatott produkcióban a szilágysági táncokat láthattuk, és nagyon büszkék vagyunk a lányok által viselt ruhákra, hiszen azok a legújabb szerzeményeink. 2014. februárjában volt legutoljára ilyen célból néptáncgála és bál itt az intézményben, és annak a bevételéből sikerült ezeket a szép ruhákat elkészíteni, és nagyon örülünk neki, hogy ezzel is gazdagabbak lettünk. Igen költséges hobbi, vagy költséges elfoglaltság a néptánc művelése, hiszen a ruhák, a cipők, a csizmák bizony nagyon sokba kerülnek, és itt a családok anyagi áldozatvállalásáért is nagyon hálásak vagyunk, köszönjük szépen. A következő percekben a legnépesebb csoportunk lép majd színpadra, ők az árendás csoport tagjai, és rábaközi táncokat láthatunk előadásukban. Fogadjuk nagy szeretettel őket.
hangulatot teremtettetek. Itt ragadom meg az alkalmat, hogy bemutatom önöknek, bár jól ismertek, de azért olyan jó elmondani, a Pipáz zenekar tagjait, ők visszatérő zenekar nálunk, hiszen állandóan ők kísérik a mi néptáncosaik műsorát. Nagy-nagy szeretettel üdvözöljük a színpadon a zenekar vezetői, Bíró Attilát, aki hegedűn játszik. Böröcki Endrét, aki brácsán játszik. Jakab Tamás, aki... édesapját, Jakab Zsoltot, aki a nagybőgőmester. És nem most, de majd az utolsó műsorszámban egy újabb hegedűs is megmutatja tudását, ifjabb Bíró Attila. Most születtek, és már mekkorák a gyerekek. Amikor a Pipáz zenekar 2008-ban kapcsolatba kerültünk, Attila még igen-igen kicsi volt, és lám, hogy megnőtt már. Ő maga is zenél. A Pántlikások lépnek színpadra egy nagyon látványos, dinamikus, hangulatteremtő tánca. A nyáradmenti táncokat láthatunk előadásokban, fogadjuk őket sok-sok szeretettel.
az egyik kedvenc koreográfiám, úgy gondolom, hogy többen egyetértenek ebben velem. Ismét az árendás csoportunk lép színpadra, délalföldi táncokat láthatunk előadásukban. Fogadjuk szeretettel az árendásokat.
Sérülése miatt nem tudott velünk lenni a ma délutánon, és mind a hárman elvallattak a gimnáziumból, úgyhogy nagyon nagyok lettek, és nagyon picik voltak, úgyhogy szeretném nekik megköszönni ezt a nagyon sok szép, felejthetetlen évet. Felkészítettek minket a munkára, úgyhogy köszönjük szépen!
Mindannyiunk nevében megköszönöm én is a felejthetetlen perceket, és megköszönöm mindenkinek a segítségét, hiszen a gála műsor véget ért, majd a jótékonysági est a műsort követően folytatódik, illetve kezdődik a második emeleten. Viszont itt ezelőtt a plénum előtt is megköszönünk minden segítséget, amit a mai nap megvalósulásához nyújtottak. Köszönjük azoknak, akik megvásárolták a belépőjegyet, a gálára, a vacsorajegyet, a bálra. Köszönjük a támogatójegyek megvásárlását, köszönjük azoknak, akik pénzadománnyal járultak hozzá, hogy céljaink megvalósuljanak. Köszönjük a sütemény felajánlásokat az anyukáknak, a nagymamáknak. Köszönjük szépen a tombolatárgyakat. És hálás szívvel köszönjük meg a Kósa család felajánlását, hiszen Kósa Zoltán és Kósáné Benehajnak az est főtámogatójaként a vacsorára a birkákat, illetve a birka pörkölt elkészítését is ajándékba adták. Nagyon-nagyon szépen köszönjük. Hamarosan elkövetkező néptánc gálán majd az új ruhákban léphetnek színpadra a gyerekek, hiszen a gyönyörű ruhák közül most több még kölcsön volt, de majd egyre szebbet, egyre gazdagabbak leszünk jövőnk is a ruhatárat, illetve köszönjük szépen a gondos kezeknek, hogy befonták a hajakat, hogy vasalták a ruhákat, és hogy elhozták a gyerekeket, és elhozzák a gyerekeket hozzánk a foglalkozásokra. Köszönöm, hogy itt voltak, mindenkinek további szép délután kívánok a bár.